Ünnepi szentmise keretében szentelték fel az új nagytúri Szent Márton római katolikus templomot. A lévai járásbeli település lakói 1938-ban egy árvízben veszítették el 600 éves templomokat, az új megépítésére több mint 70 évet kellett várniuk. Alapkövét 2011-ben rakták le, majd 2014-re mintegy 750 ezer euró anyagköltséggel, rengeteg önkéntes munkával és összefogással fel is épült. Ezek a felvételek 2011-ben készültek Nagytúr településen. Az új római katolikus templom falai akkor még csak félkész állapotban voltak. A hívek élőkön Nagy János esperes plébánossal már akkor tudták, hogy az általuk megálmodott terveket Isten segítségével meg is tudják valósítani. A templom 2014-re elkészült, és 10 évvel később a felszentelésig különleges püspöki engedéllyel működött. Ebben a templomban is, az új templomban, hogy lángol a szívük az embereknek, mikor hallják az Isten szavát, és gyönyörűen, örömmel énekelnek a jó Isten dicsőségére, lelkük fölemelkedésére, és úgy mennek haza a templomból, hogy végre van templomunk, plébános úr, olyan jó nekünk, hogy jöhetünk, nekünk is van templomunk. A korábbi próbálkozások ugyanis sorra meghiúsultak, közbeszólt a II. Világháború, de a szocialista rendszer ideológiája sem támogatta egy új templom építését. A templom látható jele annak, hogy Isten az ő népében lakik, mert nekünk, embereknek szükségünk van arra, hogy Isten jelenlétében éljünk, mondta püspök. Az ünnepi szertartás fő celebránsa Marián Hovanyec a besztercebányai katolikus egyházmegye püspöke prédikációjában a hit és a templomok fontosságát hangsúlyozta. A magyar nyelvű hívekhez a nyitrai egyházmegye püspöki helynöke szólt. A ház az a közeg, az a millió, ahol jól érezzük magunkat, ahol megértenek minket, ahol szeretjük és tisztelünk egymást, ahol testleg és lelkileg kipihenhetjük magunkat, és áldással indulhatunk vissza a mindennapi élet forgatagába, hogy teljesítsük hivatásunkat és küldetésünket. A templom felépítését a helyi híveken kívül hazai és magyarországi magánszemélyek, egyházi méltóságok, illetve a magyar kormány is támogatta. Történelmi jelentőségű többször is ez a mai templom szentelés. Az egyik az azért, mert hatalmas nagy összefogással, évtizedeknek a kívánsága, az évtizedesnek a törekvése valósult most meg, és ez mindenképp nagyon szép dolog, hogy magyarok és szlovákok, magyar kormány és a besztercebányai püspökség, az itt élők, nagytúriak és mindenki szerte felvidéken összefogott, magyarok és szlovákok, hogy megépüljön ez a templom, ez nagyon nagy dolog. A helyiek azt mondják, egy emberként segítették a plébánosokat és a templom felépítését, amely napjainkra a térség legmodernebb szakrális építménye lett, közel 80 négyzetméteres mozaik freskóival pedig az ország legkülönlegesebb templomává vált. Évszázad, de talán a két évszázad legfontosabb építkezésén vagyunk túl, úgymond az első kapavágástól részt vettünk a munkákba, tudjuk, hogy indult, milyen nehezen, és nem is tudtuk, nem is értettük, hogy hogy fog mindez megtörténni. A Korpona patak partján fekvő Nagytúr település Kistúr, Alsótúr és Középtúr egyesítésével 1967-ben jött létre. Az egyházi szertartásokat templom hiányában imaházakban tartották 2014-ig. Vágy nem csak bennünk a fiatalokba, de öregekbe is, akik igazán, hogy átéltek nehéz időket is. A politikai rezsim miatt, szóval a árvíz miatt, ami elvitte a volt régi kis templomunkat. Úgyhogy ez a vágy nagyon erős volt, és mindig erősebb volt, amikor volt tapasztalatunk átélni egy gyönyörű szentmisét egy igazi nagy templomba. A nagytúriak azt mondják, a Szent Márton templom mostantól a keresztény hit gyakorlásának helyszíne lesz számukra, ahol megőrizhetik hitük mellett, palóc értékrendjüket és identitásukat is.